Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás. A ringlispi. Persze megrendelheted ezt a jóslást, és itt elmagyarázom azt, hogy miről van szó. Itt van egy körhinta. Ez jelentheti a te jelenlegi helyzetedet, vagy az övét, hogy minden nap ugyanúgy történik, minden egyfolytában, és benne vagytok ebben a ringlispiben. Ez lehet, hogy fárasztó, lehet, hogy fogva érzitek magatokat ebben a helyzetben, szeretnétek változásokat, tehát ki kell szállni a ringlispiből. Hogy milyen témákról van szó, ez lehet a munkahelyi viszony, vagy a családi helyzet, a lakhely, vagy a párkapcsolat, majd megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a kasza az segít, hiszen eltávolít valamit, például a ringlispit. Akkor olyan hirtelen változnak majd az események, lesz egy meglepetés, vagy egy ajánlat, és ki tudsz lépni ebből a helyzetből, kiszállsz a ringlispiből. Itt a könyv, ez jelentheti a lehetőségeket, valamit tanulni. Ez lehet iskolázás, az is lehet, hogy eddig benne voltál még ebben a helyzetben, hogy mindig tanulnod kellett valamit, és te változtatni akarsz a helyzeten, lesz egy új irány. Lehet úgy, hogy lesznek új lehetőségek, és tanulsz valami mást. Vagy ez a szándékod, hogy legyen egy továbbképzés. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét. Lehet, hogy ő eddig zárkózott volt, de a kasza elvágja a hozzáállását, és ahogy látható, most a könyv nyitott. És kimutatja a nyitottságát, ez azt jelenti, hogy jobban érzed magad, hiszen meg lesz a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony az lehet a munka vagy a hivatás is, hogy ezen a területen érezted magadat úgy, hogy benne vagy a körhintába, és nincsenek változások, ki akarsz lépni ebből a helyzetből. Most megvan a lehetőség, hogy kimutasd a tudásodat, a tehetségedet, vagy legyen egy továbbképzés, akkor az lehet egy munkahelyi változás is. Hogy felmondasz, és lesz munkahelyi változás. Itt megjelenik a ravasz róka. Az jelentheti azt, hogy a munkahely az nem passzolt neked, hiszen nálad megvan a tudás, a tehetség, ezt nem tudtad ezen a munkahelyen kibontakoztatni. A ravasz róka jelenthet egy hamis szemét is, aki figyelget téged, álarcot visel, és benne vagy ebben a nehéz helyzetben, hiszen tudod ezt, érzed azt, hogy itt van hamisság a háttérben, különösen ami a munkahelyedet illeti. Szerencsére itt megjelenik a lilium, és tisztázódnak bizonyos dolgok. Itt van a nyitottság, tehát mindenki rájön majd arra, hogy ez a személy hamis volt, és ártani akart neked. Lehet, hogy pletykálkodott, vagy hazudott, az is lehet, hogy irigy rád. De tisztázódnak a dolgok. Itt a fa
jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Ez, amit szeretnél, a munkahelyet illetően, az otthonodat illetően, vagy kell a biztonság érzete a párkapcsolatban. A fa jelenti a gyógyító erőt is. Lehet, hogy valaki kihasználja ezt, és mindig betegeskedik, vagy pletykálkodik, és azt mondja, hogy te vagy állandóan beteg, nem lehet rád számítani. A fa jelenti a gyógyító erőt is. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy lesz most egy munkahelyi ajánlat, vagy tanulsz valamit, és ez összefügg az egészségügyi témákkal. Itt van egy levél, az lehet, hogy ez a hamis személy írt valakinek, és pletykálkodott, rosszat írt rólad. Az is lehet, hogy volt valaki a munkahelyeden, aki megpróbált mindig előírni számodra valamit, hogy mit kell tenned, vagy mit nem. A levél az lehet egy szerződés is, hogy lesz itt egy ajánlat, lesz egy munkahelyi szerződés. Itt a kutya az jelenti a hűséget, és jelenti a barátságokat is. Lehet, hogy eddig úgy gondoltad, hogy ott maradsz a munkahelyen, hűségesen kitartasz itt, de változott a helyzet, itt van a hamisság, és most nincs kedved ehhez, lezársz bizonyos dolgokat, a kasza az elvág bizonyos helyzetet, ami téged eddig fogva tartott a ringlispiben. A kutya az jelentett barátságokat, vagy a hűséget. Itt látható a szerelem, és kell a bizalom, ahol le tudtok gyökerezni, ahol megvan a rend, a tisztaság, a stabil helyzet, hogy nyitottan tudjatok egymással beszélni. Itt van a levél, a hír, és jelenti a hűséget, tehát megbízhatsz benne, és itt van a szerelem. Lehet, hogy eddig valaki hamis volt, hazudozott, esetleg azt közölte veled, hogy ne bízz meg benne, hiszen megcsal téged, és ez a helyzet betegített eddig. De megbízhatsz benne, hiszen látható, hogy ez a hír, ez a hamisság, valaki hazudott neked. A nap megvilágít minden, tehát kiderül az igazság, sőt, ő is őszinte hozzád, itt van a szerelem, a hűség, megbízhatsz benne, itt vannak a tiszta érzelmek. De azért volt egy hamis személy a háttérben. Itt a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és jelenti a mély érzelmeket is kettőtök között. Néha utalhat az anyukára. Lehet, hogy ő volt hamis a háttérben. Tehát itt most lesznek munkahelyi változások, javul a helyzet a párkapcsolat területén, rájössz arra, hogy valaki hamis volt veled, hazudott neked, és itt a nap jelenti azt, hogy kiderül az igazság, ebben megbízhatsz. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!